Hölgyeim és uraim, nagy tapsot kérünk a csapatoknak, kicsapszátok őket! Félfeldobást a Debrecen nyerte, és ők fogják először labdát. Ők kezdik a meccset. Gyerünk, Levi! Gyerünk, Levi! A 15 japs vonalról kezd. Debrecen csapata. Út, út, út közép! Legyen meg a tekő! A szónok az első szélső futás. Még ott nem minuskárban. És nincs meg a first down. A kőkemény szolnoki védelem. Megállította a Debrecen testvéreit. De neki mennek a negyedik próbálkozásra. Ugye középen. Húz közép, volna! És megállított a negyedik és a szolnok. Látásot kérünk a védőknek. Fantasztikus munkát végeztek. A Debrecen Gladiátors egyébként bajnok esélyes csapat, és egy kőkemény szolnoki védelemmel állok szemben. De most fordult a kocka, a szolnok támad. Passzáték interception! Még vissza lehet hordni! Nem. Jó védő, szemmel véd, kész! És visszaszerezte a Debre. Szépen vettél félre, így kell. És sátkámból mennek, sátkámból. Fut közép! A középső futás sehol nem vezet. 6. és 16 yard. Így van. Balra figyelj, szépti, balra! Ember áll, gyerünk! Újra fambó! Még! Jó! Most a labda. Még várjuk a bírói jelet. A labda a szolnok szolgyőrszé! Kis lebent a szerepte vissza a fánból. Az a lényeg, hogy a domén befele, ez az idegfigyelő. Jó. A legkisebb lopat, hogy az a jön ilyenkor. Gyerünk, offence!
Ez az, Peti, ez nagyon jó volt! Második és 6 yard közepén. Gyerünk, szólnak! Bal oldalról jön a bicc, figyelj! Dobbi, és szépen megkergették a irányítót, aki eldobta a labdát üresbe. Figyelj a bal oldali bicre, bal oldalról jön a nyomás! Harmadik és 6 következik. Ugye 9-9-es a negyedik kísérlettel következik a Szolnok a Gladiators endzónjában, és neki mennek. 5-6 yardot kell megtenni. Gyerünk, Soldier! Figyelj, a 99 félem megy. Figyelj, amit a körülök van. Jobb oldalt is, linebacker jön. Maga snap. Megütjök rá mindig. És visszaszerezt a szóval. Viszont labda jelzés. A labda mindenképp a Gladiátorszé. Figyelj, futott irányító, így van! A futójátékot ismét hamar megállították. A második lehetőség következik a Debrecen. Figyelj, Sárgyámból a készletetett futásra, figyelj középen! Ugyanúgy sárgán! Menj! Jó van, beállj meg, ilyenkor szabad játék! A földön, ami azt jelenti, hogy szabálytalanság történt. Valóban ez történt. Megismételt első próbálkozás, 5 yard büntetés kap a Szolnok. Ugyanúgy sárgán válnak! Ugyanúgy sárgánba állnak! Gyerünk! Ugyanúgy a középsőre! Futball! Jobb! Közép! Béla! Ilyen négy elkapó, figyelj meg itt a készletetett középső futásra! Szépti kicsit! Egy mínusz 3 yardos védelmet láttunk. Harmadik és 8 yard következik. Hétközépre!
középső, nagyon figyelj! Eljön, vagy fejelték! Gyerünk, Szabi! Basz! 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 Semmi, elkaphatatlan volt! Leestő vagy fejelték? Elkaphatatlan volt! Sárga zászló a pályán, tehát ismét szabálytalanság történt. Álljál nekem tett, 15 yardos büntetést kapott a szolnok. Gyerünk, defense! És természetesen folytatódott a támadás sorozat. Immár a szolnoknak a vörös zónájából. Újra repült a sárga zászló. Egy yardos futás végén. Két mes lesz. Ismét a vén ellen ítéltek. Huszár Dániel rángatta meg a futónak a sisakrácsát. Ez benne van! És shotgunba állok fel megint! Közepe figyeljen nagyon! Erős annyi, roppanj be nagyon gyorsan! Menj tovább! Megült a sárkászló. Újabb szabálytalanság. Kb. 6 yard kell a touchdownhoz, úgyhogy kell a biztatás a fiúknak. Figyelj, állj szorosabbra egy kicsit. Ugyanúgy shotgunból figyelj! Fut, közép, közép! Itt van a kép. 6-0-ra a Debrecen Gladiátor. A kísérletet megemlította a szóló. Maradt a 6-0 a Debrecen Gladiátor javára. Gyerünk, Soldiers! A szólók a saját 30-asáról kezdheti a támadás sorozatot. Sanyi, ilyenkor gyorsan robbanj bele a shotgun átadásról, neked már ott kéne lenni. Oldalról be kell érni egy ilyen shotgun-os snap-re. Nem merek beindulni. Harmadik és 9 yarddal következik a szólnak. Egy Ford baleset lesz, hogyha megölsz is párat. Nem fognak elítélni. Getting soldiers! A passz kísérlet széles. Oh, no!
És a szolnok elpántolja a labdát. A mérkőzés első pántja következik. Ami azt jelenti, hogy három kísérletből nem sikerült megtenni 10 yardot. Ezért a támadó csak elrúgja a labdát. Ez az, nagyon szép! Hosszú pánt. Ez az! Jó 20 yardos visszahordás után a pályától következik a Debrecen. Van egy sérül. Ott van Béla. Nem mondod. Hazai fiú Győri Szabor sérül. Azt a kurva. Nagy tapsot kérünk! Jobbulás! Gyerünk Dipper! Ez van, menni kell tovább! Gyerünk közepe! Fut közep! Irányító! Balra, balra, fut! Gyere Peti! Közel, közel! Milyen visszakölök ezek gyerekek? Egy közel 30 yardos futást láthattunk. Ámbekkerek hamarabb érjünk már be a lyukba. Középen! Második és 5 yardal következik a Debrecen. Balra fut! Balra fut! És megvan a first down. Nincs meg. Harmadik és 1 yard következik. Labdára indulj el! A védelem ismét beugrott. Úgyhogy újra meg lesz az első kísérlet a Debrecennek, és folytatható a támadás. Fogsári Béla ellen szól az ítélet. Véget ért az első negyed, hölgyeim és uraim. 6-0-ás Debrecen vezetéssel zártuk. Rövid térfélcsere után folytatódik is a mérkőzés. A Szolnok vörös zójájában kezdődik a második negyed. Első kísérlettel jött a Debrecen. Ismét sárga zászló a pályán. A Debrecen ellen szól a büntetés. Visszahúzásért. És egy gyönyörű passzoltásban láthatunk. Két pontos kísérlet következik. Szányi Tibor felszárnya után. És a középső futás 2 pontot ér. Egy újabb debreceni társadalom után tehát 14-0 zárás. Saját 28 yardjáról indulhat a Szolnok támadása. A Debrecen egyébként 2-1-es mérleggel a bajnokság harmadik helyezettje.
A Szolnok egy győzelemmel és két vereséggel a kilencedik. És már biztos, hogy mindketten rájátszást készülünk. A sikeres passzjáték 3 játékot ért a Szolnoknak. A blitz után újabb interception! Harsányi Tamás megszerezte a Debrecen 3. társdányát. Ez az állás 20-0. És a két pontos kísérletet sikerült megállítani. Ismét a Debrecen rúgja ki a labdát. Ez egy kőkemény ütközés volt, hölgyeim és uraim. Az ilyenekért éri meg éri. Játszom ezt a játékot. Egy újabb magas snap után újabb fumble, és a Szolnok visszaszerezte a saját labdáját. Második és 12-vel következett a Szolnok. Kettő jardos középső futás követően. Harmadik és 10 jön. Kérünk egy kis bíztatást a hazai csapatnak. Gyerünk, Szolnok! Merre Szolnok? Fantasztikus elkapást követően megvan a tovább menete joga. Hajrá, fiúk! Rontott passzkus élet után, második és 10 jár következő. Harmadik és 12. Szabálytalanság történt. Hát a Szolnok támadó csapat egyik elkapója rossz helyen állt föl. A Debrecen viszont nem kérte a büntetést, hogy róják ki. Így negyedik kísérlettel következett a Szolnok. 13-án. Japán következik.
5-ös pánt után a Debrecen a számadás a saját 40-esétől kezdve. Marra fúj! A 11 jardos futás után a Debrecen folytatja a támadást. Jobbra fut! Jobbra fut! Jobbra fut! A következő szélső futás újabb 12 yardot ért a Debrecennek. És már vészesen közel érnek a Szolnok endzónáját. Sorozatban a harmadik szélső futás ezúttal 8 yardot ér. Még kettőt kell megtenni a Debrecennek. A szükséges 4 yardot sikerült megtenni, így a Debrecen folytathatja a támadás sorozatát. Az újabb kezésző futás 2 yardot ér. A trükkös játék 0 yardot ért a Debrecennek. Most kérünk nagyon nagy biztatást a szolnoki fiúknak, ugyanis 3. és 8 yard a saját endzónjukban most ki kell védekezni. A következő társadalán Röhek Rihár vért el. És újabb sikeres 2 pontos kísérlet után az állás 28-0-ra módosul. A szolnok a saját kérteléről indíthatja. Elos látok, szép volt, ez az, ezt kell csinálni! Hé, hey, Dani! Onnan a 37-esre figyeljél! Rossz faszítán második osztályban következett a szolnok. Gyerünk, soldiers! Figyelj szélre! Második készület a futás. Öt yardot jelentek. Ah!
Rogers! Sárga zászló repült játék után. Valószínűleg játék utáni szabálytalanság történt. 15 yardos büntetés után. Ez bizony a Jó 20 yardos futás után már is a Szolnok tér felén a labda. Hosszút! Sikertelen passz kísérlet után második és 10 yard. Gyerünk, csináld meg! Fogd meg! Ez az! 8 yardos futás után. Harmadik és 2 yard közeledve az első félidő végéhez.
Fut, fut! Ez ott meg! Jó! Nem már! Hát nem hiszem el! Hát ez hihetetlen! És az utolsó pillanatban sikerült megállítani. Állj fel! Gyerünk, Riffel! Állj fel! A Debrecen futójátékosa. Az újabb touchdown-t ismét Project Richard szerezte, ha jól számolom, ma már a második a két futós kísérlet szerepedik. Mégpedig sikeres, a két pontot Folytán Gyulán szerezte. Hölgyeim és uraim, vége az első fél időnek. 20 perc szünet után a fűt folytatják a játékot. Az állás jelenleg 36-6. A játék kiváló. A megszere hívák elfogytak. Kirogás után 15-20 yardos visszahordás jutott be. Attila, várjál! Attila, ne tudjál!
az elkapott, hogy gyerek már lesz a rádi, mert ez gázok álljára. Ugyanígy, annyi idő! Egy kemény védekezést láthattunk, tökéletes időzítéssel. Bekügy rá! Egy alacsony snap után... Én megmondom, úgy látom, hogy a Debrecenhez került a labda. Nem. Elnézést, tévedtem. A szolnok visszaszerezte a labdát. Harmadik és 20 következik. Kemény, de nem reménytelen. Erik Pál, adj időt neki! Ez valaszt mekkora cseh, úrge! Éppen, így van! Ki jötte! Elnök a tolnak! És Illés Roland olyan interception mutatott. A labda a Debrecen Gladiátorsnál. A szolnok igen gyorsan visszaszerezte a labdát. Egy fumble után labda szerzés. De Nándi helyett ment be! Második és 12 következik. Harmadik és 12 következik egy rossz passz kísérlet után. Ismét nincs sárga zászló, tehát negyedik kísérlet következik. A szolnok pántól. Tehát elrúgják a labdát. Szép hosszú pánc, kb. 20 yardos visszahordás, és fél pályáról jöhet a Gladiátor. Fut közé!
Itt tesó keményebben! Húd! Jobb oldal! Jobb oldal! Jobb oldal! Nem volt el, nézve kettő! Lépett előre! Sárga zászló a pályán. Mert sisakrács húzás miatt Huszár Dániel ellen ítéltek. 15 yardos büntetés a Szolnok ellen. És természetesen folytathatja a támadását a Debrecen. Úgy van! Épp pedig a triót berobbantál! Második és 7 yard következik. Ugyan a futásra! Jobbra fut! Jobbra! És megvan az első kísérlet. Folytatja a támadását a Debrecen. Gyerünk Sanyi, hamarabb! Balra fut! Egy negatív yardos játék elején repült a sárga zászló. Valószínűleg a defense, a védelem mozdult be. Pontosan ez történt. 5 yard büntetés a Szolnok ellen. Így első kísérlet továbbra is, és 5 yardot kell megtenni a Debrecen. Ugye szoros a fal, középen figyelj! Közép! Figyelj, hogy mekkorát a lyukat a falemberét lába között! Második és 1 yard a Szolnok 5 yardos vonalán. A középen fognak futni, úgyis. Most kell egy kis biztatás. Figyelj, középen megint nagyon kicsi a lyuk a lábaik között. Ez jó hangzott ára. Gyerünk, gyerünk, vár! És kiestették a labdát, de azonnal itt lesz a reszte a futójátékos Gerda Lajos. Harmadik és 1! Most kell megállítani a támadást, illetve most vagy soha. Ez a belső lépés, tiéd legyen! Ez a! Kíváncsian várjuk. Mit ítélnek a bíró? Vége a harmadik negyednek, hölgyeim és uraimnak. A Debrecen megszerezte az első kísérlet jogát. Így tovább, keményebben, még! Mindössze 3 yardra vannak a Szolnok endzónjától. Ennyit kell megtenniük, tehát a következő touchdownhoz, a negyedik negyed most kezdődik. Az elkapás keres volt, és egyetlen jar, illetve talán csak fél. Ennyit kell megtenni a Debrecennek most. Gyerünk fal! Nem mehet el középen! Nagyon a próbta, mert ugye már ugye? Na most jön, hogy
Fut! Így van, szép volt, Levi! Így van! Sikerült megállítani a középső futást. Egy kivetődéssel. Harmadik kísérlet. És körülbelül 30 centi. Gyerünk, Tipper! Figyelj, nagyon szorosan áll a középen! Sikerült betolni az irányítót. Megvan tehát a Debrecen 7. touchdownja. Újra két pontosak is kísérleteznek. Sikertelenül. Az állás tehát 42-6. Debreceni kirúgás következik. Sanyi 70-es! Lapos kirúgás, és 10 yardos visszahordás után a saját 22-eséről indulhat a szolnok. Rossz passz és jó védekezés után harmadik és 10-ja. Rosszul cserélt a szolnok, közel két ember volt egyszerre a pályán. Egy 5 jaros büntetést kaptak. Van az a Panther a pályán. Nem
Ott a holdik spori! Ott fogják az ember oldalát, átkarolják! Nem volt sikeres. Legközelebb hozok neked egy mikrofon. Hát de nem ott, kereszt, így fogta a csávó. A szóval begyűjtett egy újabb 15 javos büntetés, sportszerűtlen viselkedés játék után. Gratulálunk, bírós Poli, gratulálunk! Ugye, nincs a Twitter! Nincs elég előnk, a Twitter! A holdingot el, a holdingot akkor a partőzetén akkor voltunk, hogy ki megy, akkor hagyjad! Fokkolj keresztbe! Keresztbe! Úgy van! Így kell! Igen! A saját endzónjából kénytelen kezdeni a szolnok. Akkor a holdén volt, hogy a látokon már tökében nem tudom kívülni, hogy itt van a kártatéged, nem? Engedj be! Annyira innen látom, hogy ő meg a polatív, hogy a szemben. Csak most Leventére dobták, amikor annyi volt az egész, hogy mind a ketten így fogták el, mert Leventére jött elég a futón. Annyi volt, hogy a végelőtt, hogy megkapodták. Annyira látványos volt, hogy félelme. Egy magyar talál, reggeltek, hogy beugrattam a közéte. Láttam, hogy a futón ilyen nagy. Olyan, mint James Harrison, olyan a fejlődő. Tényleg, tényleg. Ez olyan beugrattam a közéte. Ja, pedig is pihenne a bétázás. Jó, nem csinálom. És a Debrecen már is a szolnok 22 elveszerült elmúlt már. Nem baj, ha... Én adok én. Szólják. Ahúja! Ez az a tét! Interception-re interception a válasz. Így kell! Bravo! Kálmán Attila szedte le az ellenpillatáját. Zoli visszafutott a főzdámig. Jó. El tudott oda elgérni. Második és így jön. Oké, hogy felejtették el a választ csinálja? Hogy felejtették el a választ csinálja? Épp volt a pikkat. Nagyon sok kérünk, mindig a szóval!
Tudik vagyunk! Nem megyek oda!